Sziasztok, én Benedek vagyok. Éppen kijöttünk ide a falu határába, egy kicsit a természetbe. Ebben nagyon sok jó dolog van, és erről fogok ma beszélni nektek. És a legjobb az, hogy itt végre le lehet venni a maszkot. Kezdjünk bele! Persze ebben a videóban nem csak arról lesz, hogy miért érdemes kijönni a természetbe, hanem arról is, hogy miért érdemes egyáltalán mozogni, különösen most, hogy nagyon sokan otthonról dolgoznak, nagyon sokan otthonról járnak egyetemre, nagyon sokat ülnek a gép előtt, és ezért különösen fontos az, hogy mozogjunk egy kicsit. Persze a legtöbben azért tudnak a hosszú távú hatásairól a mozgásnak vagy a sportnak, viszont ezeken kívül most inkább egy olyan átfogó képet próbálok mutatni a mozgásról, illetve a rövid távú következményeiről, hatásairól, amik miatt érdemes nekikezdeni, és amivel könnyebb lesz elkezdeni ezt az egészet. Mivel a mozgásnak és a sportnak a legtöbben a hosszú távú következményeit ismerik, például, hogy le lehet vele fogyni, izmosabbak leszünk, jót tesz az erőálló képességünknek, jót tesz a szívünknek, jót tesz a tüdőnknek, igazából jót tesz az egész testünknek, de ez egy olyan távoli cél, amit nehéz úgy elérni, hogyha nem tudsz belekezdeni egy rövid távú célt kitűzve magad elé. Mint például, az a pacián vonta a figyelmemet. Mindannyian tudjuk, hogy sokkal nehezebb úgy belekezdeni valamibe, hogyha csak hosszú távon látjuk az eredményét. És ugyanúgy nehéz is kitartani ezek mellett a dolgok mellett, mivel sokkal jobban motivál minket az, hogyha valaminek rögtön eredménye van, és rögtön valami pozitív visszajelzést kapunk, hogyha megcsináljuk. Például, hogyha megfőzünk egy ebédet, akkor rögtön meg tudjuk enni, míg hogyha nekiállunk lefogyni, annak nem lesz az első két edzés után eredménye. Mármint egy látványos eredménye. Sokkal könnyebb elkezdened valamit, illetve sokkal könnyebb fönntartanod a motivációdat, hogyha a hosszú út során nem csak az előre kitűzött fő célt nézed, hanem észreveszed azokat az apró kis örömöket, azokat az apró kis eredményeket, amiket a hosszú út során elérsz. Ez sok más mellett igaz a sportra vagy a mozgásra is, tehát érdemes nem csak a hosszú távú célokat nézni, hogy például lefogysz, vagy jobb lesz a kondid, jobban fogod bírni a mozgást, jobb lesz az állóképességed, vagy később fogsz elpatkolni, hanem érdemes nézni azokat a rövid távú hatásokat is, amikre lehet, hogy eddig nem is gondoltál. Például, hogyha otthonról dolgozol, vagy otthonról tanulsz, akkor időről időre érdemes fölállni és egy kicsit átmozgatni magadat, aminek nagyon sok pozitív hatása lehet akkor ott helyben. Például azzal, hogy egy kicsit átmozgatod magadat, kevésbé fog fájni a derekad, a hátad vagy a nyakad, illetve egy kicsit felserkented vele a vérkeringésedet, és ezáltal több vér jut az agyadba, és jobban tudsz gondolkodni, és hatékonyabban tudsz dolgozni. Fölfrissülsz, és ezáltal nő a koncentrációd, és ezáltal kicsit a munkakedved is jobb lesz. Ehhez nem kell elmenni egy drága edzőterembe, elég, hogyha fölállsz a gép elől, és egy kicsit a szobában egy 20 percet, fél órát átmozgatod magad. Erre nagyon jó applikációk vannak, vagy nagyon jó YouTube videók, mi nem ezzel foglalkozunk, úgyhogy erről nem nagyon lesz itt videó, de nagyon sok átmozgató gyakorlatot lehet találni, akár YouTube-on, akár különböző applikációkban, úgyhogy a leírásba le is raktunk egy párat, hogy meg tudjátok nézni. Vagy hogyha van hozzá kedved, akkor berakhatsz egy jó zenét, és táncolhatsz egy nagyot rá, vagy hogyha a lehetőséged engedi, akkor elmehetsz egyet sétálni, vagy a 10 óraidért gyalogmész le a boltba. Viszont, hogyha nincsen lehetőséged arra, hogy megszakítsd a munkádat vagy a tanulásodat egy kis sporttal, akkor érdemes mondjuk a lift helyett a lépcsőt használni. Nyilván nem akkor kell ezt, amikor a mosógépet fel kell cipelni a lakásba, hanem úgy általánosan. Vagy az is egy kreatív megoldás tud lenni a mozgásra, hogyha egy megállóval korábban szállsz le a buszról, vagy egy megállóval később szállsz föl rá,
ugyanis a busz úgyis áll a reggeli dugóban, tehát az alatt az idő alatt te is meg tudod tenni azt a rövid megállót. Akárcsak a lustaság legyőzésénél, ugyanúgy a sportolásnál vagy mozgásnál is sokat számít, hogyha van valaki, akivel együtt csinálod, ugyanis tudjátok egymást motiválni, tudjátok egymást úgymond rugdosni, hogy kezdjél bele, hogy csináljad, és sokkal szórakoztatóbb is együtt edzeni, illetve sokkal többet teszel bele te is erőből, lelkesedésből, hogyha van valaki melletted, akivel együtt csinálhatod. Viszont, hogyha csak hétvégén van több időd, akkor érdemes elmenni egyet kirándulni, vagy sétálni, város nézni, megnézni egy várat, akár a családdal, akár a barátokkal, mivel, mint tudjuk, akár csak napi fél óra séta is nagyon sokat számít az egészségünk megőrzésében. És hogyha egy kicsit messzebb tudunk elmenni a várostól, vagy a falutól, akkor még a maszkot is levehetjük, és higgyétek el, jól esik a friss levegő. Már ebben a videóban konkrétan a mozgásról volt szó, azért ez az egész metodika, ez ráhúzható nagyon sok mindenre, nagyon sok témára, úgyhogy érdemes nagyon sok mindenre ezzel a gondolatmenettel rágondolni, tehát keresni a részcélokat, és azokat az apró örömöket, és azokat az apró segítségeket, azokat az apróságokat, amik miatt érdemes rövid távon is csinálni azt, amivel belevágsz. Írjátok meg kommentben azt, hogy ti hogyan sportoltok ebben a nehéz helyzetben, illetve hogy általában mi az, amit ajánlottok az embereknek, akár így ülő munkához, akár csak a mindennapokhoz. Hogyha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, illetve hogyha szeretnétek extra tartalmakat látni, akkor kövessetek be az Instagramon, illetve lájkoljátok be a Facebook oldalamat. Hogyha tetszett ez a videó, akkor jelezzétek nekem egy lájkkal, akkor lesznek még hasonló tartalmak. Találkozunk a jövő héten, én Benedek voltam, sziasztok! A videót a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom támogatta.